Való igaz, hogy a jelen körülmények között a klasszikus középiskolából kikerülő diák szakmai alapképzettsége sokkal magasabb, mint az általánosságban képzésből bekerült diákoknak a képzettsége. Ugyan van néhány tudományos tárgy, amelyből ők jóval el vannak maradva. Sajnálatos módon ugye a felsőfokú pontrendszer viszont nem támogatja azt a rendszert, amit korábban szerettünk volna, ma is szeretnénk, hogy a szakközépiskola, vagy majd most az új nevén a szakgimnáziumban érettségizett fiataloknak a felvételét szorgalmazza. Én mindenképpen szerencsésebbnek tartanám, ha ez a pálya szempontjából előrébb kerülne, hiszen ebből az következhet, vagy következik, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt egy szakközépiskolai gyakorlati képzésen átesnek, egészen más szemléletet tudunk ismertetni, hisz 4 év alatt megismertetjük a szakmának a csínyát, minnyát, megismertetjük azokat a fogásokat, amelyekkel a későbbiek során már majd a felsőfokú képzésben találkoznak, majd azután pedig a gyakorlatban. Sokan.